Folytatnák a Gyergyószentmiklósi műjégpálya felújítását, ezúttal a tetőszerkezetet tennék rendbe a helyi önkormányzati és Hargita megye tanácsadás finanszírozásával. Harmadik alkalommal szerveznek Erős Zsolt teljesítménytúrát a gyergyói havasokban és Hagymáshegységben. Május 20 és 22-e között Gyergyószentmiklóson is bemutatkozik a 100 tagú székely férfi kórus, a 4 férfi kar tagjaiból álló kórus. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, ha tehetik, tartsanak velünk. Folytatnák a Gyergyószentmiklósi műjégpálya felújítását, ezúttal a tetőszerkezet rendbetételére kerülne sor a helyi önkormányzat és Hargita megye tanácsa közös finanszírozásával. A tervezett munkálatok összértéke eléri a 2 millió lejt. A Gyergyószentmiklósi önkormányzat és Hargita megye tanácsa hathatós támogatása révén korábban megújult a helyi műjégpálya. Kicserélték a hűtőberendezést és a palánkrendszert, a pálya felületét újraöntötték, a lelátókat is felújították, valamint szurkolói összefogásnak köszönhetően a világítás rendszer is korszerűsítődött. Most a jégpálya tetőszerkezete szorul sürgős feljavításra. A jelenlegi fázisban a tetőszerkezet olyan állapotban van a jégpályán, ami most már lassan nem teszi lehetővé az állandó nyitvatartás is. Az építkezésügyi felügyelőségtől is felszólítást kaptunk annak érdekében, hogy rendezzük ezt minél előbb, ellenkező esetben rá fognak kényszeríteni akár a pálya bezárására is. Szerdán délelőtt látogatást tettek az érintett felek a Gyergyószentmiklósi műjégpályán, hogy szemrevételezzék a hiányosságokat. Bende Sándor, az RMDS területi elnöke elmondta, hogy fontos azt támogatni, aminek jövője van. A gyerekeket rá kell vezetni a sportra. A székely gyerekek, a Gyergyó területi gyerekek szeretnek mozogni, szeretnek sportolni. Ezt bebizonyította ez az évad is, amikor rengeteg szülő behozta a gyerekét Gyergyószentmiklósra jégkorongozni, jégkorongot tanulni. És lehetőséget kell biztosítani. Hogyha van igény, akkor az embereket ki kell szolgálni ezen a téren is. Gyergyószentmiklósnak itt van ez a jégpályája, ami adott, egy részét sikerült felújítani, viszont hosszú távon, ahogy ma is láttuk, ma is végiglátogattuk ezt a létesítményt, úgy néz ki, hogy komoly javításra van szorulva a tetőzet. A tetőszerkezet felújításának tervezési fázisának véglegesítése zajlik jelenleg. A rendbetételt finanszírozó felek, a helyi önkormányzat és Hargita megye tanácsa az elkövetkezőkben vállalást kell tegyenek a hozzájárulási értékeket illetően. Borbolj Csaba megyeelnök biztosította a helyi városvezetést arról, hogy ahogy korábban is, a megyei tanács ezúttal is támogatja a beruházást. Elkészítettük a terveket, a pályafelújítási terveket, amelyek most vannak a véglegesítés fázisában, és az értékbecslések alapján a tetőszerkezet újra födése, illetve egy szellőztető rendszer beépítése, pára elszívó rendszer beépítése megközelíti a 2 millió lejt. Megyei tanács részvénynek nagyon sok tervünk van, kell a helyi partner, hiszen a megyei tanácsnak nincs illetékessége eseti beavatkozást végezni, de vállaljuk a ránk eső részt, úgy ahogy most is azt mondtuk, hogy ennek a tetőszerkezet újjáépítésnek legalább felét a költségeknek fel fogjuk vállalni. Hargita megye tanácsa egyébként idén is több gyergyószentmiklósi sportágazatot támogat. Progim edzőtáborán kívül támogatjuk még a Szent Miklós kupát, ezen kívül több korosztályt. Ez azt jelenti, hogy több mint 21 ezer lejes támogatást pályázaton keresztül ítéltünk meg a hokinak Gyergyószentmiklóson, ezen kívül a kosárlabdának, az Old Boys csapatnak is ítéltünk támogatást. A női hokinak felszerelésvásárlásra 5000 lejt ad a megyei önkormányzat, és ami fontos, hogy még a futballnak is, tehát a jövő sportklubnak is közel 9000 lejes támogatást tudunk adni az idén. A tetőszerkezet felújításának munkálatait Nagy Zoltán alpolgármester elmondása szerint legkorábban jövő év tavaszán kezdhetik el. Addig véglegesítődik a tervezés, majd mindkét önkormányzat belefoglalja a vállalt részét a költségvetésbe, ezt követően indulhat el a közbeszerzési eljárás.
Több mint 400 ezer lejjel támogatja idén Hargita megye tanácsa azon civil szervezeteket, amelyek pályáztak a kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására kiírt tavaszi felhívásra. 78 pályázatot bíráltak el pozitívan, amelyek révén a megyei tanács Hargita megye minél színesebb és minőségi kulturális rendezvényeket kíván támogatni. A támogatott tevékenységek között szerepel néptáncoktatás, amatőr színjátszó csoportok támogatása, fúvós zenekarok támogatása azzal a feltétellel, hogy a támogatott összeg 20%-át hangszervásárlásra költenék. Ezek mellett nagy hangsúlyt fektet Hargita megye tanácsa a régió kulturális turizmusának a fejlesztését szolgáló kulturális jellegű programoknak, projekteknek és tevékenységeknek a támogatására, mint például az évről évre bővülő és színvonalasabbá váló mini jazzfesztivál, vagy a tavaly nagy népszerűségnek örvendő Madifalvi hagymafesztivál. Ugyanakkor a zenei együttesek tevékenységének támogatása révén a Bagosi Brothers Company második lemezének az elkészülését is támogatja. Elballagtak a csíksomlyói Szent Anna speciális szakiskola diákjai, Burus Csaba az intézmény vezetője jó tanácsokkal látta el a végzősöket, idén 19 végzős diák búcsúzott a tanintézményből. Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője további támogatásukról biztosította a végzősöket, mint fogalmazott, nem engedik el a fiatalok kezét. Kicsengették a csíksomlyói Szent Anna speciális szakiskola diákjait május 13-án. Idén összesen 19 végzős diákot búcsúztattak a tanintézmény tanulói, tanárai, valamint Hargita megye tanácsa és a Hargita megyei tanfelügyelőség képviselői. Ez évben két osztály ballagását ünnepelték. 13 fiú asztalos, míg 6 lány készruha készítő szakmát tanult. Az ünnepséget a Jakab Antal tanulmányi ház zsúfolásig telt dísztermében tartották. Jó tanácsokkal látta el a végzősöket Burus Csaba, a Szent Anna speciális szakiskola igazgatója, aki egyben tolmácsolta Borbol Csaba, Hargita megye tanácsa elnökének köszöntő sorait is. Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője, örömét fejezte ki, hogy sokan a fiatalok közül elvégezték az iskolát, nem hagyták félbe tanulmányaikat. Az igazgató arról is beszélt, hogy a rendszerben élő gyermekek nemrég új otthonba költöztek, ezáltal számukra is könnyebb lesz beilleszkedni, felzárkózni. A gyermekek olyan gyermekek, vagy olyan fiatalok, akiket a normál iskolában esetleg nem olyan szívesen fogadtak, vagy jobb volt ez nekik, a kapacitásaikat jobban ki tudták fejteni, hogyha speciális odafigyelésben részesültek. Itt ugye szakmát tudtak tanulni, kevesebben voltak egy osztályban, több pedagógus tudott velük foglalkozni, és az eredmények azt mutatják, hogy nagyon sokuk számára ez egy jó megoldás. Hargita megye tanácsa képviseletében Csiki Anna a három legjobb tanulmányi eredményt elért végzős tanulót díjazta, Kirik Denisza, Bálint Réka és Antal Katalin vehette át a megyei tanács díjait. Beszédében Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője további támogatásáról biztosította a végzősöket, mint fogalmazott, nem engedik el a fiatalok kezét. Az ünnepi beszédeket, köszöntőket követően zenés műsorral kedveskedtek a tanulók az iskolapadot elhagyó társaiknak. Eltörölték a jogosultak korhatárát és 30 nappal meghosszabbították a szociális értékjegyek leadási kérelmének határidejét. A módosulás értelmében az eddig 3-6 éves óvodás gyerekek után igényelhető szociális értékjegyet minden óvodás gyerek után lehet igényelni, aki a következő kritériumoknak megfelel. Be van iratva óvodába, jár óvodába, a családban az egyfőre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt. Ezzel a módosulással egy időben 30 nappal meghosszabbították a kérelmek leadási határidejét. A leadási aktacsomót június 24-ig lehet benyújtani a város szociális osztályán az előzőleg közölt program szerint. Időközben megérkeztek február-március-április hónapra a szociális értékjegyek azon személyek számára, akik kérvényezték, majd értesítést kaptak arról, hogy jóváhagyták számukra a juttatást. A 95 darab értékjegy kiosztására május 20-án pénteken kerül sor 9 és 13 óra között a szociális osztály Kárpátok utcai székhelyén. Az osztály munkatársai várják az érintett személyeket.
2013-ban a Kancsen Dzöngán eltűnt legeredményesebb magyar hegymászó Erős Zsolt emlékére szervez nemzetközi teljesítménytúrát május 21-én az Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói osztálya és a Gyergyó-Szentmiklósi Dancurás Hegyi Mentő Egyesület a Gyergyói Havasokban és Hagymás Hegységben. A teljesítménytúrára már több mint 100-an jelentkeztek, de még várják a résztvevők regisztrálását, különösen a gyergyóiakét. A teljesítménytúrát megelőző napon, május 20-án emléktantermet avatnak Erős Zsolt előtt tisztelegve a Salamon Ernő gimnáziumban. A teljesítménytúra a helyi önkormányzat, a Hargita megye tanácsa és a Salamon Ernő gimnázium támogatásával jön létre. Két évvel ezelőtt szervezett először teljesítménytúrát az Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói osztálya és a Gyergyó-Szentmiklósi Dancurás Hegyi Mentő Egyesület a 2013-ban a Kancsen-Dzöngán eltűnt Erős Zsolt tiszteletére, mellyel méltó emléket szeretnének állítani a legeredményesebb magyar hegymászónak, Gyergyó-Szentmiklós díszpolgárának. Az esemény évről évre egyre népszerűbb a természetjárók körében. Idén is már többen jelentkeztek, de még várják a regisztrálókat. Olyan 170 körül van a jelentkezőknek a száma pillanatnyilag, akik interneten bejelentkeztek. Hát tudjuk, hogy nem is lesz 100%-os a jelentkezés, ami azonban úgy meglepő, hogy a 170-ből 30 jelentkező Gyergyó-Szentmiklósi és a többiek mind idegenből, elég sokan vannak Magyarországból, sőt, vagyis Kolozsvárról, Szentgyörgyről, úgyhogy egyelőre felhívnám a gyergyőek figyelmét, hogyha itt vagyunk Gyergyó-Szentmiklóson, és innen indul az Erős Zsolt teljesítménytúr, akkor ezt az alkalmat nehogy kihagyják. Hát úgy gondolom, hogy egy idő után minden Gyergyó-Szentmiklósinak be egy személyig kell menni az Erős Zsolt teljesítménytúrán, főleg, hogy péntekig még lehet, hogy rossz idő lesz, de szombaton már szép idő lesz az előrejelzés szerint. Ebben az évben május 20-a és 22-e között szervezik meg az eseményt. A tulajdonképpeni teljesítménytúra épp május 21-én lesz, azon a napon, amikor 3 évvel ezelőtt Erős Zsoltnak nyoma veszett a hegyekben. A túra menete hasonló lesz a tavalyihoz. A más településekről érkezőket a túra előtti napon, pénteken a Salamon Ernő gimnáziumban szállásolják el. Pénteken délután 6 órakor ugyanakkor emléktanterem avatót is tartanak a Salamon Ernő gimnáziumban, Zsolt előtt tisztelegve. A Salamon Ernő gimnázium vezetősége részéről jött az ötlet, hogy azt a termet, amelyben 1988-ban Erős Zsolt sikeres érettségi vizsgát tett, azt a termet, ami tulajdonképpen pillanatnyilag földrajzkabinett és Erős Zsolt tanteremmé fogják keresztelni. Ebben a teremben megtalálható lesz majd az Erős Zsolt életpályát bemutató plakát sorozat, és megtalálhatóak minden olyan plakát, képeslap, emlékkönyv, ami az elmúlt idő hegymászói tevékenységét mutatja be Erős Zsoltnak. Ugyanakkor ez alkalomból ki lesz állítva az a ruházata Erős Zsoltnak, amivel első magyar állampolgárként az Everest tetején állhatott, tehát nagyon érdekes lesz, hogy ott lesz mellette a fénykép is, és ugyanaz a ruházata is, és azok a felszerelései, amelyeket vagy saját kezileg ő készített, vagy a különböző expedíciókon használt, jégcsákány, hágóvas, sisak, jégszeg és ilyenek. Szombaton reggel 6 órától 7 óráig zajlik majd a regisztráció, 7 órakor indítják az 50 kilométeres távra jelentkezőket, majd azt követően a 30 és a 20 kilométeres távot megtevők egyszerre kezdhetik el a teljesítménytúrát. Az 50-es táv hozzávetőleg 13 órát vesz majd igénybe, és 4800 méteres szintkülönbséggel számolhatnak a résztvevők. A 30-as túra útvonal várhatóan 9 óra és 3000 méter szintkülönbségű lesz. A 20 kilométeres távot körülbelül 8 óra alatt lehet majd megtenni, és 2000 méter lesz a szintkülönbség. A teljesítménytúra szervezésében közel 50 ember vesz részt, közöttük a Dancurás hegyi mentő csapat tagjai is. Hát a turisták mindenképp az időjáráshoz megfelelő öltözék, esőkabát azért legyen, annak ellenére, hogy péntekig mond esőt, aztán szombatra már egy kicsit jobb időt, hát ha, hogy kellemesebb idő lesz, de megfelelő lábbeli, bakkancs, ne szondát használjanak, ha nem muszáj. És ha bajba kerülnek, akkor megvan az a telefonszám, amit lehet hívni, a lapra fel lesz tüntetve,
a bejelentkezési naplapra és az Erős Zsolt teljesítménytúrás lapra is. Az a, úgy van, hogy Zero Salvamont, úgy, ahogy halljuk, Zero Salvamont betűzve, nem kell megkeresni külön a betűket, hanem egybe a telefonon beüssük, és azon keresztül hívjuk a központot. A gyilkostói érkezésnél egy-egy tál melegétellel fogadják a túrázókat, majd a Szent Kristóf kápolnánál hálaadást tartanak. Május 22-én vasárnap lazító túrát tartanak a Kiscohárdon. A túrára csoportosan és egyénileg is lehet nevezni. Vannak már bejelentkezők Magyarországról, a szervezők viszont a gyergyóiakra is számítanak. A részvételi díj személyenként 30 lej. Az Erdélyi Kárpát Egyesület, illetve a Magyarországi Kárpát Egyesület és a hegyi mentő csapat tagjai számára 5 lejes kedvezmény van. A részvételi díj tartalmazza a túrafüzetet, a térképet, a túrajelvényt és az ellátást a frissítő pontoknál. Részletes információkat, a teljesítménytúra szabályzatát és előzetes bejelentkezést a képernyőn látható internetes oldalon találhatnak az érdeklődők. Idén május 25-e az adóbevallások benyújtásának határideje, emlékeztet az Országos Adóhatóság. Kötelesek kitölteni és leadni a 200-as számú űrlapot az előző pénzügyi év bevételeiről mindazok, akiknek jövedelme vagy annak egy része kereskedelmi tevékenységből, szabad foglalkozásból, illetve szerzői jogok eladásából származik. Az adóbevallás formanyomtatványa regisztrálás után online is kitölthető, a jövedelembevallás elmulasztása 50 és 500 lej közötti összeggel bírságolható. Gyergyószent Miklóson is bemutatkozik a 100 tagú székely férfi kórus. Május 21-én a Gyergyószent Miklósi Ipartestület férfi kara, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfi Dalárda, a Csíkborzsóvai férfi kórus és a Székely Udvarhelyi Székely Dalegylet férfi kara alkotta 100 tagú kórus koncertezik a Szent Miklós templomban. A 100 tagú székely férfi kórus története 2013 tavaszán kezdődött, amikor a Székely Udvarhelyi Székely Dalegylet férfi kórusának 145. évfordulójára meghívták a Gyergyószent Miklósi Ipartestület férfi karát és a Sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház magyar férfi dalárdáját. Együtt a három férfi kar igazi dalos ünneppé tette a jubileumi találkozót. A hangverseny sikerén felbuzdulva vetődött fel a gondolat, miért ne énekelhetnének máskor is együtt. Így jött létre a Csíkszépvízi dalos találkozó, amelyen a Csíkborzsóvai Római Katolikus Templom férfi kórusának bevonásával felemelő hangulatban megszületett a 100 tagú székely férfi kórus. A Csíkszépvízi, a Csíkszeredai és a Sepsiszentgyörgyi bemutatkozó után Gyergyószent Miklóson szervezik meg a következő találkozót, május 20-a és 22-e között. Pénteken találkozunk, ugye ők akkor érkeznek, este lesz egy közös próba, a szombat is munkával fog telni, jó részt, tehát délelőtt közös próba, majd egy kirándulásra hívjuk őket Gyilkostó Vékási Szoros környékére, és este lesz a este 7 órától a Szent Miklós templomba lesz a műsor, ahol a kórusok egyéni produkciója után fog összeállni a 100 tagú férfi kórus, és egy-két egyházi ének mellett a repertoárba nemzeti identitástudatot erősítő dalok fognak elhangzani. A találkozó utolsó napján, május 22-én a vendégkórusok egyenként újra bemutatkoznak. A nagymiséket és istentiszteletet követően a Gyergyószent Miklósi templomokban lépnek majd fel. A Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfi Dalárda a Református templomban, a Csíkborzsóvai Férfi Kórus az Örmény Katolikus templomban, az Udvarhelyi Székely Dalegylet férfi kórusa pedig a Szent István templomban énekkoncertezik majd. Holnap további két programra várják a leendő és gyakorló szülőket a születéshete keretében. 10 órától interaktív beszélgetés, csoportmunka lesz az anyai szerepről és az anyává válásról. Ivácson Noémi védőnő és Kassai Noémi a Gyergyó Remetei Cseperedő program vezetőjének irányításával a Gyergyó Remetei Szent Anna Szociális Házban. Szintén május 19-én 17 órától a Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtárban dr. Orosz Mária gyermekorvos az újszülött kori vizsgálatokról beszél, és útravalóval, tanácsokkal látja el az újdonsült szülőket. A szervezők szeretettel várnak mindenkit a rendezvényekre.
Újabb nagyszabású kiállításnak ad helyet a Csíki Székely Múzeum. Gyarmati Zsolt, a múzeum igazgatója sajtótájékoztatón elmondta, meglátásuk szerint Munkácsi Mihályhoz hasonló súlya van Csontváry műveinek, hangsúlyozta, Csontváry képek korábban nem voltak megtekinthetők Erdélyben. A kiállításra kerülő festmények között 47 Csontváry alkotás van, illetve egy Munkácsi Mihály festmény. A Csontváry képek Erdélyben című tárlat május 7-e és augusztus 20-a között tekinthető meg Csíkszeredában. Tanulmányai szerint gyógyszerész volt, dolgozott is patikusként, de milyen jó, hogy nem maradt az eredeti szakmájánál. Csontváry Koszka Tivadar beutazta a félvilágot, járt a Szentföldön és Egyiptomban is. A Munkácsi után a Csontváry neve cseng a legismerősebben az erdélyi művészetkedvelők számára. Festményei a legmagasabb árakon kelnek el a budapesti aukciókon. Képei ezúttal Csíkszeredába érkeztek. Amikor meghallottam azt, hogy elhozzák Csontvárynak a festményeit, már akkor izgulni kezdtem, hogy én is láthassam, mert nem akárkiről van szó. A magyarságnak az egyik legnagyobb festőjéről van szó. A csíki szakemberek a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészeivel együtt válogatták ki a festményeket. 6 gyűjteményből összesen 47 Csontváry kép került Csíkszeredába. A kiállítást 2 éves szervezőmunka előzte meg. A legnagyobb kép a magányos cédrus, amelyet korábban a munkatársaim lemodeleztek tulajdonképpen, az asztalos legyártotta a képkeretet, és azt behoztuk, és így derült ki, hogy 2-3 centiméterrel befér ez a kép. A kiállítás premiernek számít Erdélyben, még soha nem voltak Csontváry képek a régióban. A tárlat augusztus 20-áig tekinthető meg a Csíki Székely Múzeumban. Mérsékelt lavina veszély van a Bucsecs-hegységben és a Fogarasi havasokban. A meteorológusok tegnap bejelentették, 2000 méter fölött 5-ösről 2-esre mérséklődött a hógörgetek kialakulásának veszélye. A Fogarasi havasokban a Bülé-tónál 93 cm, a Bucsecs-hegységben az Omu-csúcson 2,15 méter a hóréteg vastagsága. A meteorológusok szerint csütörtök estig még havazni fog, 2000 méter fölött előfordulhatnak lavinák. Az évszakhoz képest hideg időjárás következtében megyénkben is havazott a magasabban fekvő területeken. A Madarasi Hargitán tegnap és tegnap előtt is havazott, néhol 2-3 cm-es hóréteg alakult ki, míg Hargitafürdőn tegnap az esti és a ma reggeli órákban havazott. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a Székely Konyha magazint láthatják nézőink. Köszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!